Majd szólj, hogyha nagyon belóg, vagy valami. Jó, akkor kezdünk mi is egy... Lejjebb. Jó. Akkor kezdünk most is egy bemutatkozással. Hubert Natália vagyok, Ukrajnából jöttem, és Adácson szertornát tartok a kislánkáknak. Beszéljünk akkor az Adácsi DS-éről, hiszen most már mondhatjuk, hogy komoly múltra tekint vissza ez a klub is. Viszonylag újnak számít, de most már a nagy versenyeken is sorra megmutatkoztatok. Hogyan indult Adácson a torna élet, és hogyan kerültél te Adácsra? No, torna élet nélkülem kezdődött, ez 3 éve ezelőtt lett. Munkahelyen van egy kedves ismerősem, pont az egyik kislánynak a keresztanya, és mondta, Noti, nézd meg, van szertorna Adácsa. Jó, ha megyek, megnézem. Meg benéztem a tornaklubba, és akkor ott is maradtam az utat. Igen, hiszen neked komoly tornász múltad van, azért azt mondjuk el. Igen, sportmester címet szereztem a szertornába, utána Csernobyl miatt el kellett menni Kijevből, és elutaztunk a kaukázusi hegyekbe, freestyle, síakrobatikával foglalkoztam. Ott országos versenyeket is nyertem. Utána abba hagytam családom, lett ide költöztünk Ukrajnából. Kislányom rock'n'rollozott, ő is most segít nekünk, a legkisebbekkel dolgozik. Én itt maradtam, készülünk a versenyekre, nagyon-nagyon sok munka van benne. Reméljünk, hogy jó eredményeket érnek el majd a kislányka. És hát nagyon hosszú út, egy kalandos út vezetett neked akkor egészen Adácsig. Igen. Hát a férjem, ő ungvári születésű, de magyar. Az egész család költözött Magyarországra. Természetesen én is mentem a gyerekkel. Úgy kezdtem dolgozni, nyelvet egyáltalán nem tudtam. Az első munkahelyen kezdtem tanulni. Kézzel, lábbal mutattak, segítettek nekem, és így tanultam meg a magyar nyelvet. Hát ez képest nagyon szépen, tehát hogy folyékonyan. Igyekszem, hogy a gyerekek is értsenek. Gyerekek hányan vannak? Mennyire népes csapat? Hány csapat egyáltalán? Adács, hány csapatot tud kiállítani egy ilyen versenyre? Van hobbi csapatunk. Van versenyzők 3 csapat, vannak a legkisebbek, óvisok, vannak, akik indulnak teljesen más versenyen, nem ezen a versenyen, és van, itt is van egy csapatunk, de remélem többen is leszünk, igyekszünk. Igen, hát bízunk benne, gyakorlatilag ez a műsor is ezért készül, hogy minél többen tornázzanak Adácson, minél többen kedvet kapjanak a tornasporthoz. Egyre többen jönnek hozzánk. Mindig sok ember nem is tudja, mi ez a szertorna. Megnézték múltkor, amikor Adás volt a tévében, megnézni, egyre többen jönnek. És nagyon sokan maradnak. Nagyon tetszik nekik a mozgás. Balettal kezdjünk, utána mennünk a szerekhez. Nagyon szeretik a gyerekek. Nagy lányok is jönnek, ők is csinálják. De ez nagyon jó dolog. Én szerintem a lány tud nagyon szépen megmozdulni, zenét is hallja, ez nagyon sokat számít. Igen, hiszen tőle tanulják azokat a balett alapokat, azokat az alapmozdulatokat, amelyeket aztán később a tornában is kiválóan hasznosítanak. Igen, igyekszem átadni nekik, amit én is tanultam, amit én átéreztem a versenyeken, hogy nagyon szép mozgás legyen, hogy gyönyörű szépek legyenek, meg közben akrobatika is meglegyen. Ezt a kettőt össze kell kapcsolni. Na, ez a legnehezebb megtanítani. Hát, igyekszünk Petivel megtanítani. Ő a férfi dolgot, én meg a női részt. Igen, és azért ez különleges, tehát azért nem minden csapat mondhatja el magáról, hogy ilyen profi balettmesterrel rendelkezik. Hát, annyira nem vagyok profi balettmester, csak nekünk a verseny a edzés előtt mindig volt 1 órás balettóra. Ez természetes dolog, amikor tornáztunk nekünk, ez nem is volt kérdéses. Itt nagyon sok klubban nincs is olyan. Most kezdenek már megint, hogy igenis kell balett, akkor nagyon szépek a lánykak. Nemzetközi versenyeket, ha nézünk, az oroszok még mindig gyönyörű szépek, de amerikaiak is kezdenek, már mindenki foglalkozik jobban balettel. Hollandok nagyon gyönyörűek.
És sok verseny azért is nyernek, hogy teljesen más. Nem csinálnak nagy akrobatikát, de gyönyörű szép ugrások vannak, forgások, szép lábokat tudnak mutatni, gyönyörű szép kiállás, és ezzel tudnak nyerni. Hát akkor lehet, hogy adásnak ez lesz a titka, és akkor ebben is verhetetlen lesz. Én remélem, nagyon sok munkával jár. Olyan könnyűnek tűnik, mint a spíc, egyenes tér, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen tanulnak meg. Majd egyszer tényleg sikerül. Jó úton haladtok, köszönöm szépen. Köszönöm.